Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 30-án. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei, és ezt mutatja itt ez a felső kártya. Ez a férfi talált valamit, az útjába esett valami, tehát itt meglepetésekről van szó. Az, amit ő itt talált, az értékes számára. Az lehet, hogy a párkapcsolatot mutatja, hogy ez a szerelem számára nagyon értékes, de lehet egy nyereség is, egy meglepetés, és ez számára örömet okoz. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt mozognak az események, és ez tőle jön. Ez egy közeledést mutat, és van valami a kezében. Ez az arany kehely az érzelmeit jelképezi. Ő mutatja ezt a nyitottságot ma vagy a közeli napokban. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kártya megadja rá a választ. Itt láthatunk táncot, valószínű zene is szól, egy ünnepség, vidámság, ez lehet egy meghívás is. És a napi energia arra utal, hogy itt változások lesznek, örömteli események, ő boldog veletek, és ezt ő értékeli is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!